Székely János megyés püspök áldotta meg szeptember 4-én a Boldog Brenner János óvoda belsőleg felújított bemutcai épületét. A gyerekek már megújult környezetben kezdték az új nevelési évet szeptemberben. Az 1960-as években épített ház energetikai korszerűsítése már nagyon aktuálissá vált az elmúlt években, amelyet pályázati és fenntartói támogatásból sikerült megvalósítani. Onnan kezdték a felújítást, hogy az összes csövet, vezetéket kicserélték, a hálózatokat, víz, szennyvíz, villanyvezetékek, nyilászárók, járólapok, parketta készült a termekben, azoknak is teljes felújítása. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán csak a falak maradtak, meg a régiek, amik aztán új burkolatot kaptak. Székely János megyés püspök áldotta meg az épületet, kérte Isten gondviselő figyelmét a gyerekekre és az itt dolgozókra. Az épület energetikai korszerűsítését tavasszal folytatják, a napkollektorok felszerelésével, illetve a külső megújításával.